Úgy látjuk, a diákok egyre inkább fejlesztik a pénzügyi tudásukat, elméleti alapon is egyébként, és a gyakorlatban. Ez javul Magyarországon, mindenképpen egy javuló tendencia látható. Azt gondolom, hogy van még hova továbbfejlődni. Ha nézzük tőlünk nyugatabbra lévő országok, európai országok példáit, akkor láthatunk ennél fejlettebb közösséget is, meg tudást a fiataloknál. Mindenképpen ebben még van tér. Az, amit a Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok elkezdtek Magyarországon, hogy fejlesszék önkéntes alapon elsősorban a középiskolások és az egyetemisták tudását, az azt gondolom, hogy már egy jó szinten áll, ezt kell továbbvinni. A Budapest Bank 1991-ben alapította pénzügyi kultúráért és oktatásért alapítványát, ami eljutott már korábban is a középiskolásokhoz, általános iskolásokhoz, és segíti őket abban, hogy minél többet megértsenek a magyar pénzügyi rendszer működéséből, és lefordítsuk az ő nyelvükre azt a tudást, hogy hogyan kell alkalmazni a pénzügyi eszközöket, a pénzt, a bankkártyát és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Budapestban kezdetektől fogva részt vesz a pénzhét kezdeményezésen, ami önkénteseket gyűjt össze, és oktatja az általános iskolásokat és középiskolásokat a pénzügyi kultúrára, ismeretekre. Itt több mint 200 önkéntese vesz részt ebben a programban a Budapest Banknak. Ezért a tevékenységért, illetve a pénzügyi kultúra ismeretek javításáért, fejlesztésért végzett tevékenységért, mint a Budapest Bank néhány hónappal ezelőtt a Bankszövetségnek elnyerte a pénzügyi kultúráért nagykövete díjat, amire méltán büszkék vagyunk, mert ezzel az elmúlt 10 éves munkánkat is díjazták. A pénztár rendezvénysorozat keretében nagyon felkészültek voltak a fiatalok, és azt gondolom, hogy ezt tudják a továbbiakban is majd kamatoztatni. Azt szeretnénk, hogyha minél több fiatal jönne a bankrendszerbe dolgozni, minél több tehetséget fel tudjon karolni a Budapest Bank, és ennek érdekében szeretnénk, hogyha ezen a versenyen meglátnák a Budapest Bankban is a jövőt, és a jövő munkatársait üdvözölhetnénk a díjazottakban, illetve az indulókban.